Ai, tem que te mover. Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, én Dén vagyok, és ebben a videóban elmegyünk egy ilyen kis YouTube-os összeröfenésre, amit úgy hívnak, hogy Bubi Foci. Erről majd még később beszélünk, mert először még útban vagyunk az Arena Plaza felé. Épp a pirosnál állunk. Igen. Mert itt van velünk a Jány, és ő meg szerette volna nézni a Karik-tenger kalózai filmet, és akkor már elmegyünk mi is, megnézzük vele. Igaz? Kodi nem látta az egyiket se, én meg már olyan rég, hogy nem is emlékszem rá, de attól függetlenül megnézzük, és király lesz. És majd utólag bepótoljuk a többit, hogy tényleg király lesz. Szóval, ja, először irány oda. Végeztünk is a moziban, már úton is vagyunk a Bubi focira. Igen, még ott a fogunk közül. Ez itt tök jó volt a film szerintem. Ja, én nem láttam egyet sem még, csak úgy részletekbe, de amúgy szerintem tök jó volt. Igen, szóval tök jó egyszer volt. Egyszer megéri megnézni. Ja, úgy mint maga a film, szerintem tök jó volt, tök látványos volt, ugye egyben is volt a sztori. Így is értető volt, hogy nem láttuk a többi részt, szóval a király volt. Milla, neked vélemény róla, mint régi néző? Faszom volt, és legalább meghagyták a régi filmeket, szóval jó. Szóval meghagyták a régi feelinget, és jó volt. Ez a lényege. És ugye menjünk is erre a kis Bubi focis eseményre, amelyet a Star Network szervez, ilyen kis csapatépítő gyanánt. Ott lesz jó pár videós, és akkor velük fogunk így focizni egy ilyen új formációba, ami abból áll, hogy ilyen nagy buborékokban leszünk benne, de ezt igazából szerintem nem is lehet elmagyarázni. És nincsenek szabályok. Látni az fogjátok. Nincsenek. Ott nincs. Hűha. Ott ha két lábba nekiugrasz a másiknak, akkor ott két lábba nekiugrasz a másiknak. Nincs sem bíró, aki kiállítson. Nincs. Szóval megragadnám ezt a kis pillanatot arra, hogyha már egy fociról beszélgetünk, hogy a Disneynek a legújabb sorozatát, amely a Disney csatornán lesz majd... Június 19-től. Június 19-től minden hétköznap 16 órától. Ami egy foci sorozat, ami teljes mértékben arra összpontosít, hogy az edzések, maguk a focisták, és hogy hogyan érik el a céljukat. Az egésznek a főszereplője Gabó, aki egy full egyszerű srác, és igazából az az ő legnagyobb álma, hogy egy profi focista legyen. És egyszer egy jó csapatba játszasson. És rámosoljuk a szerencse Gabóra, ezért kap is egy ösztöndíjas meghívást egy úgynevezett Golden Hawks nevű csapatba, amely... hát sasokhoz. Igen, amely az utóbbi időben egy kicsikét szétesett. Szétesett, és minden ilyen nagyobb játékos onnan, sőt igazából majdnem minden játékos onnan elment, ettől még nevesebb, még jobb helyekre, mert őket is leszerződték, és az egyetlen, aki maradt ott a Golden Hawksban egy régi játékos, az nem más, mint Lorenzo, aki hát annyira nem szereti az új arcoknak a feltűnését, főleg Gabóét, aki ugyebár hát egy full jó fej, pozitív, és hát ez a becsületes srác. Hát ugyebár hát, hogyha van egy becsületes srácunk, akkor mindenképpen kell lenni egy ellentétek. Ez Lorenzo, aki hát... Igen, ellenségeskednek egymást. Igen, valószínűleg ebből összetűzések lesznek egy csapaton belül. Ő eléggé narcisztikus, ő jól játszik, és azt nagyon jól is tudja magáról, és nagyon jól szeret is ebben a hitben élni, hogy ő a legjobb a csapatban. Hát igen, csak egy kicsikét túlzásba viszi. És most így közöttük van ugye egy kis feszültség itten a dologban, de ugye hát Gabónak valahogy ezt meg kell oldania, és hát ez ebben őket, Gabót segíti, a kettő jó barátja, aki nem más, mint Dede, és... Ricky! Igen, Ricky,
aki, szóval ők ketten Gabó jó barátai, és ők segítik őket, ők ilyen kis tipikus kis mellék szereplők, de viszont akik megadják azt a hangulatot, hogy legyenek ezek a mókásabb szereplők is, akik nem annyira komolyak, és így ez körül a négyes körül forog inkább főleg a sztori. Ennek az egésznek az, hogy lényegben hogyan is alapul meg egy jó foci csapat, és hogyan is építik ezt föl. Szerintem ez egy nagyon jó kis sorozat lehet azoknak, akik tényleg szeretik a focit, és szerintem mindenképpen megér egy próbát, hogy június 19-én 6 órakor... És 6-kor leüljetek a tévé elé. Rácuppanjatok és megnézzétek, adjatok neki egy esélyt, hogyha szeretitek a focit, vagy valamennyire. Felkeltette ez az érdeklődéseteket. Nehéz szó. Igen. És akkor mi meg tartunk tovább, és menjünk kíváncsiak focizni. Leszünk, hogy milyen lesz ez. Melyik? GH5. Áó! Jaj, de szép! Miért meg a között? Ilyen nehéz, vagy mi? Egész úton tartottam, de azért szép súlya van, igen. Van súlya, bakker? Hát én alig bírom. Kicsit ráfókuszálunk a... Fókusz? Milyen a fókusz? Ó, nagyon jó! Aha. Ó! Néha kicsit megzavarodik, de... Az enyémet azt ki kell adni a kukába. Most a tetveket nézed a szakállamban? Na meg is jöttünk! Most akkor keressük meg a helyszínt! Nem tudom, mennyire lehet hallani! Hát meg is jöttünk ide, láthatjátok a buborékokat, ezek lennének a buborékok, amikben mi belekerülünk. Nem tudjuk, hogy kapunk majd levegőt benne, nem tudom, hogy mi fog történni benne. Még biztonsági öv is van benne egyébként. Igen, nem tudom, hogy mennyire lesz meleg, vagy semmit nem tudok, de az biztos, hogy amit felvesszük, tudod, mit kell kipróbálnunk elsőnek. Igen. Sziasztok, én Dávid vagyok, és ez itt az új formáció a csatornán. Miért ilyen sötét? Próbál, aha, igen, úgy jó lesz. Benne vagyok éppen ebbe a genyóba, és hát ilyen benne. Nem túl tág, de elég jó. Meg a kilátás, nem tudom, meg tudom nektek mutatni. Szóval ennyit látok benne. Ott van Kodi. Ennyire látom Kodit. Alig lehet kilátni. Igen. És ilyen tök jó kis vízhang van benne. És itt van Milla a kamerásunk. Ó, de Romi, figyeld! Várjál, megtalálom a megfelelő szöget. Meg a fókuszt. Várjál, most nagyon jó. Na, mi leszünk a mesztelen csapatban Kodival, és meg még rajtunk kívül öt ember, és hát igazából azt sem tudom, ki van velem, azt sem tudom, hogy ellenem. Milla fotografit láthatjuk. Szóval nem tudom, mi lesz ebből, de én abba bízok, hogy hátvéd leszek, és aki jön, annak neki vegyek. Hova zoomolsz?
Na, nagyjából egy olyan 10 perce megy a meccs, vagy nem is tudom. Az első meccs, és eddig 2-1 nekünk az állás, ha jól számoltam. Azok is ilyen véletlen gólok. Igen, de nagyon durva. Nem tudom, abból mennyit láttatok a gólokból. Szerintem sem ennyit. Hát egy jó, nem tudom mennyit, de videóztam. Ma jobban tapad rám Illa a gólokra. Szóval, ja, nyomjuk tovább, csak szét ez az egyik bubi mindjárt ripérel és megy, hogy meg keresi a vizet. Látottátok, én most bevetettem a fekvőkapus módszert, nem jön be, úgyis befér a labda, és kevésbé, hogy mozgékony. Nos, hát lemerült a kamera, mint ahogy azt láthattátok. Így csak ennyi fért bele a videóba, bár igazából annak kezdve már semmi nem történt. Nem, csak kezdve... hazajöttünk igazából. Igen, annak kezdve már csak elkezdtek játszani úgy. Fumble, úgy már hát nem is... Hárman, igen, négyen. Olyan normális focit, szóval ott lényegében már csak ennyi volt. Nagyon király volt. Nos, mit mondanál Bubi fociról? Rohadt meleg volt, tehát konkrétan az izzadságomba feküdtem, amikor a földön voltam, úgyhogy... De úgy érdemes kipróbálni egyszer, mert igen, tök jó egymást fellökni. Igen. Jó érzés, hogy így... Igen, és utána neked se fáj, meg neki se annyira, igen. Nincs annyi sérülés. Az elején, amit láttatok, hát igen, azóta fáj, nem? Na mindegy, de attól függetlenül eléggé fáj. A felállás kicsit nehézkes. Tehát amikor így lefeksz a hátadra, és így mintha teknős lennél. Érezted, hogy milyen egy teknősnek az élete. De azok kívül nagyon fán, egyszer belefér, de az, hogy ez profi nőzdés, és mire elkezdtük a rendes meccset, én már elfáradtam. Rendszeresen, hát arra nem igazán, de egy ilyen fára mindenképpen ajánlott, aztán pedig onnantól kezdve, majd talán még egyszer-kétszer, de na, szóval értitek, szóval nem egy ilyen tartós dolog. Ki lehet próbálni. De ennek mindenféleképpen megéri kipróbálni, és nem kell félni, nem veszélyes. Nem fog eltörni semmi. Nem, tehát lehetetlen, hogy bármi bajod essen, de ment maximum horzsolások. Igen. Szóval nagyon szépen megköszönjük a Star Networknek, hogy meghívtak minket, illetve köszönjük szépen a Disneynek is, hogy felkeresett minket, hogy kommunikáljuk ezt az új sorozatát. Szóval foci szerető emberek, ne felejtjétek, hogy június 19-én este 6-tól indul a sorozat, csekkoljátok majd le, és nézzétek meg, hogy milyen, vagy mi is lecsekkoljuk, azért megnézzük, hogy milyen lehet. Aztán meglátjuk. És köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, reméljük, hogy tetszett a 4K60 FPS, innentől kezdve így fognak érkezni a videók, ugye várhat az új kis GH5-tel. Ez volt az első bevetése, eléggé sokat bírt az aksi, 1 óra, 17 perc nyersanyagot bírtunk vele felvenni, ami szerintem eléggé szép egy ekkora... 120 gigás SD kártya. Egy ekkora... Hát plusz az aksival. Majdnem, hát az még nem volt teljesen üres az a kártya, hát igen, van azért egy mérete. Kb, igen. Már meg vannak rendelve az extra aksik, meg van rendelve a kábeles dolog. Minden. Szóval, több lesz ez, viszont... Több aksival azért jobban jártak. Igen, sem. Igen, viszont ez így is eléggé szép. Szóval reméljük tetszett, és ugye maga a tartalma is. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, hogy ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot. És iratkozzatok fel! Csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok! Sziasztok.